azért hoztam ezt fel, és tök jó, hogy elmondtad, hogy az Opus együttes énekes a Life is Life-ból annyi pénzt keresett, hogy kastély és helikopter leszállója van. Viszont te, aki azt gondolom, hogy Magyarországon az egyik legsikeresebb rockzenész, rockénekes vagy, de devizahitel csapdába kerültél. Igen, akkor ott túllőttem, túlvállaltam, túlmerészkedtem mindent, de hát arról nem én tehettem, mert... De egy ilyen jó, egy ekkora sztár, hogy keveredte a devizét a csapdába? Azt gondolná mindenki, hogy te annyi, tehát főleg hogy nekem 100 millió van a tarcsiba, mit tudom, minimum van egy 500 milliárdja a tarcsiba, és úgy rendben igen. van. És, de ezek szerint és... nem. Nem. Én bitang bátran éltem, azért elmondom neked, hogy volt az életemnek olyan része is, amikor mit tudom, legalább egy 2-3 sarokházat én elmulattam, eléltem. Elmulattam? Ne viccelj, az én asztalomnál este soha semmi, az Edda asztalnál, ott nem fizethetett senki soha. Nem mondod. Soha. Én nekem nem érdekel, én tudtam anyukától, hogy a 21 gram megy át, csak ő még nem aludta, a lélek megy át csak. Minden marad itt. Akkor hova? Harált? Minek? Hova? Minden millió számlákat fizettél? Én kalapszámra. 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 Ne viccelj. Ó, semmi nem számít. És semmi se. És úgy vagyok el, mint Edith Piaf. Nem bánok semmit. Semmit se bánok. Mindent jól csináltam. Kész. Gyerünk előre tovább.